Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mit gondol, mi a terve? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Mielőtt megtekintenénk azt, hogy mit mutatnak a kártyák, megemlíteném, hogy van most egy kedvezmény. E-mailen keresztül megrendelheted ingyenesen a te szerencse számodat. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a levél, tehát írni fog neked. Itt a ház jelentheti az ő otthonát, vagy a te otthonodat. Ez a levél lehet egy meghívás is, vagy vár arra, hogy te írj neki, és útban van hozzád, vár arra, hogy meghívd őt. Ez a ház lehet egy ingatlan, ebben az esetben a levél jelenti a szerződéseket. Hogyan érzi magát? Itt látható az ő élet útja, előtte ott van ez a hegy, és nem látja azt, hogy mi van a hegy mögött. Emiatt megjelenik a felhő, hiszen számára valami átláthatatlan. Az is lehet, hogy nem tudja azt, hogy te hogy reagálsz, ez blokkolja őt, és itt a felhő, az jelenti az ő visszahúzódását, és vár arra, hogy te írj neki. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, a szép otthont, a szép környezetet. A virágcsokor az lehet egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék is. A kereszt az erősíti a hited. Azon kívül utal egy találkozásra, hiszen a sors utatok kereszteződik. A kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogy hogyan tovább. Őt blokkol még valami számára átláthatatlan, de ezt rendezni fogja, mert látható itt, hogyan szép érzelmekkel, jó indulattal közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a koporsó jelentheti azt, hogy ő lezár valamit, és akkor itt vannak a döntések, a meglepetés, lesz egy új kezdet. A koporsó lehet egy régi téma, vagy egy kármikus kapcsolat is. Erre utal a kereszt is, hiszen az élet utatok kereszteződött, ez nem volt véletlen, és ez lehet egy régi téma, és utalhat arra is, hogy ismeritek egymást a korábbi életetekből. Amit ez a koporsó még jelent, hogy ezek a dolgok, ami számára átláthatatlan és okoz nehézséget, blokkolja őt, ez lezárul, a koporsó ezt le tudja zárni. Itt lesz találkozás, egy kellemes meglepetés, egy jó hír, és ez a ház lehet egy látogatás, lehet egy meghívás, de lehet egy közös otthon kiépítése is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!